Kedves barátaim, kedves lelki rokonaim, én arra gondoltam, hogy 5-10 percben összefoglalom az idő szaladása miatt, amit akarok mondani, és egy kicsit közbe sétálok is, hogy valahogy közelebb kerüljek önökhöz. A mintákról szeretnék beszélni, itt van mindjárt az első kép, és ha ezt megnézik, akkor lehetne azt mondani, hogy ez egy folyamat ábra is, akkor Pap Gábort idéznénk, de lehetne azt mondani, hogy egy pillanatkép, és akkor hazudnánk. Tehát Pap Gábornak csodálatos ez a megfogalmazása legalább 30 évvel ezelőtt. Mi az, hogy pillanatkép? Ez korunk. És mi az, ami folyamat ábra? Ez az elmúlt 30-40 év. És erbe akarnánk, nem 30-40 év, elmúlt 300 ezer, 2000 év. Tehát mihez kell nekünk nyúlni? Hát ehhez kéne nekünk nyúlni, ehhez a folyamatábrákhoz, és ez a kép akkor ugye nem egy természetes virágcsokor. Természetesen elsőként egy virágcsokor, de valójában más. Én ebből szeretnék egy pár dolgot megmutatni. Le is kéne venni akkor a képet egy pillanatra. Ki az, aki a magyar állóvizet megmozgatta? Lükő Gábor. Ki az, aki azóta is nagy hatással van ránk? Ő és az ő gondolatai. Az, hogy ezt gyakorlatban is bemutassam, ahhoz egy orosz kutatóhoz nyúlnék, Ründün a neve, aki kirgizek közt járva leírta a minták, lerajzolt egy mintát, és utána hozzátette, hogy mit mondanak ehhez a kirgizek. Én akkor meg is kérem azt, aki bátor, hogy mondjon valamit, hogy szerinte mi látható itt. Van valaki, aki mond valamit? Igen, hallok valamit. Egy fa. Igen, még valaki? Szarvas. Köszönöm szépen. Igen, nem tévedtek, de azt mondja ez az orosz szerző, hogy végül is ez két folyónak az összefolyása. És amik itt ilyen kis pöttyökkel vannak jelölve, ezek hajlékok, nem ez sátrak. A történet tehát arról szól, hogy két folyó összefolyik, és utána egy folyóként megy tovább. A legérdekesebb a történetben az, hogy amikor ez a fiú megismerkedik ezzel a lányjal, akkor valahol meg kell tartani az esküvőt, a lakodalmat, az pedig itt van. Ez a hagyomány. Ez most lehetne egy természeti kép, de hogy ez több, mint egy természeti kép, az most következik itt. És akkor mi olvasható Lükő Gábornál, ennek az orosz kutatónak a nyomán, az látható, hogy ugyanazt látjuk, mint amit az előbb. Tehát azt látjuk, hogy két folyó összefolyásánál felállított nemes sátor. Amiben a nemes sátor az maga a rács, ugye az a rács, ami oldalt körülfut, ami egyben az asszonyok és a nőknek a jelképe. És ugye a két folyó a két ember. És a két ember, ahogy ma is volt erről szó, a két embernek a kétfajta nedvességéből legszületik egy harmadik nedvesség. Lehetne vércsoportnak is nevezni, vagy akárminek. De azt lehet mondani, hogy ez egy csodálatos jelkép. Két életből megszületik egy újabb élet, és ugye ez az újabb élet tovább folyik. Ugye ezt mutatja a tulipán. Már volt egy pár elképzelés arról, hogy mit mutat a tulipán, és nagyon helyes volt az a megítélés, ami szerint egy jelképnek, én inkább képírást mondanék, egy ilyen képírásnak többféle értelmezése van. Így valószínű ez is belefér ebbe a tulipán elképzelésbe, tulipán megfejtésbe. Ha most visszamegyünk a képekhez,
Laci, mennyi idő telt el? 5 perc? Nézd meg. Ha visszamegyünk ebbe a képekbe, és megnézzük ezt a szép hímzést, akkor ugye megtaláljuk benne a tulipánt középen, ott fönt. És abban a tulipánban még a rács is benne van véletlenül, ugye ott vagy nem véletlenül. És azok után, ha körülnézünk, akkor vannak benne ilyen kacskaringók. Ez a szó is ma többször elhangzott, hogy kacskaringó. Ugye látszódnak a kacskaringók benne. Vajon, hogyha a tulipánnak van értelme, akkor mi lehet az értelme a kacskaringóknak, amik ugye feltűnnek itt ezekben a hímzésekben? És itt tulajdonképpen erről szeretnék beszélni. Szerencsére van egy ilyen kiadványunk a Kosszarvról, így aztán ez lerövidíti a elmondandómat. És akkor egyel, ha tovább megyünk. Mi az, hogy szájbarágós, és mi az, hogy elvont? Ez a hucul hímes tojás, ez ezen a példán annak is megérteti, aki nem akarja megérteni, hogy létezik egy természetes, naturális, természetközeli ábrázolás, és létezik egy elvont. És mivel a tojás egyszerre magyarázza el a kettőt, ezért el kell hinnünk neki, és meg kell köszönjük, hogy megszületett ez az áthidaló megoldás. Ha megyünk tovább, akkor látjuk, hogy ez a bizonyos kosszarv, ez egy-két idézőjelben úgy szoktam mondani a ős magyarnál, tehát aki a mi műveltségünket egyfajta módon szereti, a hátrafala nyilazók csoportja, azok felteszik ezeket a fejeket, ez az állatfejeket egy oszlopra, egy rúdra, egy kertbe, esetleg már nem tudják, hogy miért, vagy lehet, hogy gondolnak rá, de ez az asszony még pontosan tudja, hogy ezt a kosfejet Türkmenisztánban miért kell az ablakra fellógatni. És ha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy nem csak a konyhában vagy az életben jelenik meg, hanem megjelenik a temetőben is. És ugye ez egy gyönyörű fejfákból álló temető, sajnos csak egyetlen egy van belőle Türkmenisztánban is, de gyönyörűen látszik, hogy hogy kell befejeződni ebben a kosszarvban ennek a lábfának vagy fejfának. Mehetünk tovább, és akkor az általunk is kézbefogott tárgy, ami egy kosfej. Ebben mi az új? Hát az benne az új, hogy aki nálunk kitesz egy ilyen tárgyat, az nem öltözteti fel. Mi már elszoktunk attól a kortól, hogy az állatainkat fölöltöztessük. Utoljára Pesten a Daxli kutya van még télen felöltöztetve, és ezzel minden kimúlt. Tehát a ruha, ami egy állatra kerül, vagy egy megbecsülésnek a jelképe, ez korábban sokkal fontosabb volt. Gyönyörűen vissza van idézve ez a kos, és aztán, mikor nem vettük meg a bazárban, akkor a házigazdánk azonnal megvette, és a konyhába föllógatta, és hazavitte. Tehát ő érezte, hogy ha mi nem becsüljük meg, akkor jobb, ha ő helyet szentel neki a lakásában. Mehetünk tovább. Két másik változat, ezt csak a szépség miatt mutatom, hogy mit jelent az, hogyha egy tárgy visszanyeri a eredeti jelképes szépségét, vagy igazi szépségét. Egy háromszög és egy nap, de ebben nem megyünk tovább bele, ugye a homlokon, ami látszik, mehetünk tovább. Ugyanez egy kemencén. Miért kell fontos a kemenc? Hát a mindennapi kenyér. Ebbe sül a kenyér, és akkor arra rákerül az a jel. Igen. Még tovább. Közeledünk a vége felé. Laci, hány perc? 10, jó. Tehát aztán megjelenik a hitvilágban. Hogyan jelenik meg a kosszarv a hitvilágban? Hát úgy jelenik meg, hogy most ugye egy muzlimok között vagyunk, egy dzsámiban, ahol a falak meg vannak festve, de ugyanakkor lent az asszonyok által elkészített ima nemezek láthatók. És a fal és az ima nemezek azonos dolgokról beszélnek, illetve ugyanazok a jelek láthatók rajta. Ez nem az utóbbi 1400 évnek a hagyománya, ez több ezer évnek a hagyománya. Ezek az imanemezek nem a mostani muzulmán imanemezeket idézik, hanem egy sokkal régebbi kornak az emlékei. Mehetünk tovább. Egy pár példa belőle. Hát ugye tulajdonképpen
pöttyökből áll. Egyszer érdemes volna utána menni, hogy a magyar népművészetben a pöttyöknek mi a jelentése és a szerepe. És azon kívül szarvakból áll. Tehát ezekből a szarvakból százféle, ezerféle változatban tudnak építkezni. Szó szerint ez mintaelem. A mintaelemből összeáll egy mintaegyüttes, vagy egy mintakép. Tehát amikor mi elemzünk egy hímzést, akkor észre kell venni benne, hogy mi az az elem, és mi az a kép, és hogy lesz az elemből lassan egy kép. Jó? Igen, egyel tovább. Aztán egy másik változat, ahol már asszony vagy férfi alakot ölt. Tehát azok az egyszerű kis szarvak végül is átmennek egy emberi alakba. Erről is ma több előadás is szólt, hogy ez a szereplő, az a központi szereplő, még a létre is ott van mellette, hogy ez a központi szereplő az mit jelképezhet vajon? Igen. Egy-két példa abból, hogy saját magunk is létrehoztunk ilyen takarókat, azért, hogy a gondolatiságát jobban megértsük. Igen. És végül is visszatérnék az eredeti kiinduló ponthoz, hogy vajon segítette ez a bizonyos korszarvakkal való gondolatsor, amit én most itt bemutattam önöknek és magamnak, annak a megértésében, hogy vajon ezen a hímzésen mit jelenthetnek. Természetesen nem állíthatjuk azt, hogy ezen a hímzésen korszarvak vannak, csak azt állíthatjuk, hogy kacskaringók vannak, aminek valószínű van egy mélyebb jelentése. De az alsó mondat elmondja a lényeget. Ezek a népek, ezek pásztornépek, akik ezeket alkotják, és ezek csak akkor tudnak megélni, ha a kos szaporít. Ha a juhállomány növekszik, ha a nyáj növekszik, akkor nem szegények, akkor van házuk, akkor van ennivalójuk. Tehát az életfeltételüknek az alapeleme ez az állat. Igen, akkor utolsó kép jön talán. Igen, ezt a tárgyat azért szeretném bemutatni, mert megismerkedtem egy kirgiz asszonnyal, akit úgy hívnak, hogy Kendzsekán Toktosunova. Na most, ha egy mi magyarok vagy európaiak ránézünk erre a képre, ez egy takaró, ez annak a mintája, akkor mi nem tudunk belehatolni, nem tudjuk megmondani, hogy hol kellene elkezdeni, és mit lehetne erről mondani. Ugyanakkor az asszony megszólal, ahogy itt alatta látszik, és elkezdi elmondani, hogy mi látható ezen a takarón. Ez azért fontos nekünk, mert nagy örömünkre szolgál, ha egyetlen egy mintának meghalljuk a nevét, ha valakinek sikerült összegyűjteni még annak az adott mintának a magyar kifejezését. De ha egy történet kerül elő, ugye akkor mi is meglepődünk. A történet az itt látható. A történet lényege az, hogy minden egyes ilyen tárgyat, az értelmezését középen kell elkezdeni. Tehát ha meg akarunk ismerni egy hímzést, vagy egy faragást, vagy akármit, kezdjük az értelmezését a közepén, itt is ő erről szól. És azt mondja, hogy nagyon boldog vagyok, mert kaptam egy jó hírt, mert született egy unokám. Na most hol látható az unoka? Középen, feketében. És aztán ugye fölfele és lefele. És azt írja, hogy ez a takaró egy lánynak készült. Tehát meghatározza, hogy ő leolvassa a takaróból, hogy ez nem egy fiúnak készült, ugye azért látszik ez a kislány. És a sötét cím, és mellette két madarat látunk. A madár fehér, tehát itt a teli és hiány csodája, amit ugye a magyar hímes tojások egy részén itt is meglátunk. Tehát ott fönt valahol a két fekete középső elemet körül fogja két fehér elem. Ez két madár, két fiatal madarat mutat szárnyak nélkül. És azt írja, hogy ez a kislány úgy fog ugrálni, mint egy kecske. Hát akinek van gyereke vagy unokája, az tisztán látja, hogy hogyan ugrál egy gyermek, meg egy kecske. Na ez van oda lerajzolva feketébe. Tehát ha megnézzük a középső kislányt, jobbról-balról kétszer látszik, hogy nem sokára úgy fog ugrálni, hogy alig lehet lenyomni a földre. És folytatódik tovább, és azt mondja, orra, füle és szarva van, ezt látjuk, és ezután következik ez a sötét minta. És azt mondja, hogy a takaró szélén a maradék azt látja, hogy majd életében először imádkozik. Tehát a kislány jobbról és balról imádkozik, ugye ez az utolsó fekete rész meg a túloldalon. Ma is láttunk sok olyan képet, amelyiken így volt valami lerajzolva. Ugye ezt tartják a kirgizek is az imádkozás képének. És akkor még van egy pici rész, hogy akkor a hiány mellette azt mondja, a felnőtteket mutatja, akik odaadó szívvel nevelik gyermekeiket.
Én köszönöm szépen azt, hogy meghallgattak, és körülbelül 10-15 ilyen takarónak a leírása van, és ezt nem azért mondom, hogy valaki mindenképpen szaladjon utána, csak azt akarom mondani, hogy amit én most itt felvázoltam, ez egy tudás. Egy asszonynak a tudása Kirgiziából, amivel megismerkedtem, és amit úgy gondoltam, hogy az önök gondolkodását is talán megpezsdíti. És köszönöm a türelmet.